Az embert megszállják a nosztalgikus érzések. Nyilvánvalóan 14 évesen jöttem ide 40 évvel ezelőtt a Vidibe. Itt nőttem fel, itt lettem NB1-es játékos, innen lettem válogatott, és csapatkapitányként távoztam, úgyhogy azt gondolom, hogy a karrierem legmeghatározóbb élménye Fehérvárhoz köthető, illetve Izraelbe, a Betár Jeruzsálemhez. Ez a két klub, ahol a legtöbb időt töltöttem el, és a számomra a Vidi az mindig is a saját klubom volt, mindig is az volt az álmom, hogy futballkarrierem után egyszer szeretnék a Vidinél dolgozni. Számomra nagy inspirációt jelentett az akkori elnök, Brávác Otto, aki az első ilyen menedzser szemléletű vezető volt talán Magyarországon. Nagyon jó viszonyban voltunk, és valahogy az volt bennem mindig, hogy egyszer a focipályafutás után jó lenne vele dolgozni, és tőle átvenni a klubot. Nyilván akkor még nem voltak ilyen pozíciók, hogy sportigazgató, meg egyéb, de nem a vezetőedzői poszt felé indult el a gondolatom akkor, hanem mindig is vezető szerettem volna. Normális esetben ugye a sportigazgatónak a fő feladata ugye a játékos állománynak a kialakítása, hogy olyan kerete legyen a klubnak, amelyel az adott célok elérhetők. Nyilvánvalóan a MOL Fehérvárnál az egyértelmű cél a bajnoki címért való esély, hogy a bajnoki címért küzdhessen a csapat, egy olyan csapatnak a kialakítása, valamint a nemzetközi porondon bejutni valamelyik csoportkörbe. A nagy állam nyilvánvalóan a Bajnokok Ligája csoportköre, de hát merjünk nagyot álmodni, úgyhogy nyilvánvalóan ez a távlati célunk. Rövid távon viszont azt látni kell, hogy jelen pillanatban a Vidi elég nehéz helyzetben van, a szakmai stáb nehéz helyzetben volt, nehéz kialakítani azt a kezdő 11-et, akiket ideálisan elképzeltek. Bizonyos átigazolási tervek nem realizálódtak még, valamint rengeteg súlyos sérült van a csapatban. 12-13 játékosa van, felnőttkorú játékosa van a Szabics Imrének, úgyhogy ez nehezíti a dolgot. Az én munkámban annyiban nehezíti, hogy nyilvánvalóan addig más szintű játékosokat néztem, mert az Zalaegerszegnek nincsenek ilyen lehetőségei, mint a Vidinek. Most egy szinte, jó magasabb szinten feljebb kell lépni, és megtalálni azokat a játékosokat. Itt van egy kis idő szűkében lévő időkorlátunk, meg kevés az időnk, gyorsan kellene a szakmai stábnak segítség, viszont azt sem szeretnénk, hogy emiatt kapkodjunk és olyan játékost igazoljunk, akire későbbiekben esetleg nem tudunk hosszú távon számítani, vagy a későbbi terveinkben nem illeszkedik. Úgyhogy ezt a kettőt kell most összehozni, fontos az időzítés, ugye a szűk idő miatt, és mind mennyiségben, mind minőségben javítani kell a keretet. A második forduló elhalasztása került, így jelen pillanatban valóban Zalaegerszegen kezdünk. Ez egy nagyon fontos mérkőzés, mindig fontos az első meccs, a győzelemmel rajta jön egy csapat. Utána lesz két hét megint egy kicsit a sebeinket nyalogatni. Úgyhogy az előzetesen, amit én látok jelen pillanatban, az az, hogy a Vidi három átigazolási időszakkal tud versenyképes lenni a bajnoki címért. Ehhez az kell, hogy most pár játékos érkezzen, 3-4 játékos érkezését tervezzük, vagy próbáljuk kialakítani a keretet úgy, hogy 3-4 minőségi játékos tudjunk igazolni. A téli átigazolási időszakra viszont nagyon fel fogunk készülni, és az lesz a legintenzívebb, legagresszívebb időszakunk, és a jövő nyári átigazolásra fogunk korrigálni. Ez a három átigazolási időszak kell ahhoz, hogy újra azon szinten legyen a csapat, amit a szurkolók is és a tulajdonosok elvárnak. Össze nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy lőtávolon belül maradjunk a Fradihoz képest, és hogyha jól sikerülnek az igazolások, illetve a sérült játékosok felépülnek, akkor tavaszra akár nagy bravúrt is lehet csinálni. Azt mondhatom, hogy a magyarokkal gyakorlatilag mindenkivel együtt dolgoztunk, vagy játékosom volt, akár a válogatottnál együtt voltunk, akár más klubnál, akár ők is a válogatottnál, tehát mivel együtt dolgoztunk a válogatott stábjával, Dárdai Pállal, de akkor még játékosunk volt Juhász Roli, és ott voltak a válogatottnál azok a játékosok, akik ma a Vidit erősítik, akár Fiola, Kiskokó, akik gyakorlatilag velünk voltak abban az időszakban. A külföldi játékosokat nyilván a pályáról ismerem, velük is sokszor találkoztam már, tehát nyilvánvalóan ők is ismernek engem. Volt egy megbeszélésünk, nyilvánvalóan a legutóbbi
élmény volt leginkább terítéken, ahol a csapat nem az eredmény miatt, hanem a kinézete miatt nem képviselte azt az értéket, amit a Vidinek képviselnie kell. Nem volt meg az a harci szellem, az a győztes mentalitás, amit a Viditől azt gondolom joggal elvárható ilyen feltételek mellett. Ezt mindenképpen jeleztem a játékosoknak, hogy ezen változtatni kell. És innentől kezdve azt is jeleztem feléjük, hogy az egész scouting részlegünk, és én is azon dolgozom, hogy árgus szemekkel figyeljük a csapatot, és mindenkinek a helyére, aki azt a kívánalmat nem teljesíti, amit elvárunk tőle, akár a helyére keressük a pótlást, úgyhogy mindenki nagyon harcoljon a pozíciójáért, és legyünk egységesek, mert ebben az egy esetben tudunk csak előrelépni. Hát az a generáció, aki engem látott, azokkal a mai napig nagyon sok emberrel tartom is a kapcsolatot, adott esetben találkozunk, ez igaz a régi volt vidisekre is, most is minden volt vidi játékos, akivel együtt játszottunk, akár a klub kötelékébe tartozik, akár máshol dolgozik. Gratulált, örültek, hogy egy fehérvári került vissza a klubhoz, pláne erre a nagyon fontos pozícióra, és a szurkolók részéről is ugyanezt kaptam, nagyon sok üzenetet kaptam, ugye a Facebook ilyen szempontból egy elég hálás dolog, mert az embert megtalálják gyorsan. Én azt tapasztalom, hogy mindenki pozitív, mindenki örül egyfajta változásnak, minden változás egy új remény. Talán a személyem egy kicsit integráló is lehet, mert nagyon fontos szerintem, hogy a szurkolók a csapat mögött álljanak, a szurkolók nélkül ez nem fog működni, de az ő részükről pedig őket tájékoztatni kell megfelelően, hogy jelen pillanatban hol tartunk, ne legyenek olyan elvárások, ami most nem reális, viszont a másik oldalról tényleg támogassák azokat a törekvéseket, amelyeket teszünk azért, hogy újra komoly célokért a bajnoki címért küzdessen a Vidi, úgyhogy maximálisan számítok a szurkolók támogatására, és a magam részéről állok rendelkezésükre akármilyen formában, a nyílt kommunikációra, mert abban hiszek, hogy a nyílt kommunikáció segíti azt, hogy megértsenek bizonyos folyamatokat, és jobban a csapat mögött állhassanak. Nagyon nagy szükségünk van rájuk.